Üdvözlet mindenkinek az infobubble.hu weboldalon, ez a dolgok állása 2023. január 17-én. Ezúttal arról fogunk beszélni, hogy mi is az a jövő, ami várhat az emberekre, különösen hölgyekre ezúttal, amennyiben a gazdaság összeomlik, és hogyha valamit tanulságként leszűrhetünk a múlt eseményeiből, hogy akit érdekel ez a téma, az figyeljen. Mielőtt nekivágunk ennek, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosnak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Annyit előre bocsátanék már most, hogy ez lehet, hogy érzékeny téma lesz sokak számára, és én azt javaslom, hogy ha valaki mégis úgy dönt, hogy meghallgatja, akkor mindenképpen próbáljon meg tárgyilagos és objektív maradni, mert az én célom az, hogy tájékoztassam az embereket, kevésbé az, hogy bármiféle ítéletet kimondjak akárki fölött is. Néhány évvel ezelőtt még nehéz volt azt elképzelni, hogy egy nap erről lesz szó, amiről ma, sőt az a másik, hogy ilyen hamar, az szerintem különösen meglepő a többség számára, mint hogy számomra is. Ettől függetlenül azonban a helyzet nem változik. Érdemes elgondolkodni mindenkinek azon, hogy mit fog csinálni akkor, amikor a gazdaság összedől, elindul ezáltal egyfajta éhezés hullám, betegség, és valószínűleg a háború is el fog terjedni a világon. Szóval hogyan is készül fel erre? Aki nincs felkészülve erre az esetőségre, az könnyen kiszolgáltatott helyzetben találja magát, és kénytelen lesz olyan megoldásokat keresni, illetve találni, amelyek most eszébe sem jutnának. Valószínűleg ez történt Görögországban is, 2015. november 27-én. Ez ugye már 8 éve volt, de érdemes azért visszatekinteni a múltba, hát ha tanulságokat tudunk levonni arra nézvést, hogy mi következik a jövőben. Tehát 2015. november 27-én azt írták a WashingtonPost.com weboldalon, hogy fiatal görög nők szendvics árán árulják a szexet, mivel a 6 év fájdalmas megszorítások pénzügyi peremre sodorták az európai országot, mutatta ki egy pénteki tanulmány. Több mint 17 ezer Görögországban tevékenykedő szexmunkás adatait összegyűjtő tanulmány megállapította, hogy a görög nők uralják az ország prostitúciós ágazatát, leváltva a kelet-európai nőket, és a Görögországban árusított szex az egyik legolcsóbb Kelet-Európában, illetve egész Európában. Néhány nő csak egy sajtos pitéhez vagy egy szendvicshez elegendő összegért vállalja ezt a munkát, sokszor akár magáért, az ételért. Mások azért, hogy befizessék az adót, a számlákat, sürgős kiadásokat, vagy éppen drogok miatt vállalják ezt a munkát. Ez egy 3 éves tanulmány volt, tehát Görögországban. Görögországban átlagosan 50 dollár volt, vagy 50 euró, ugye 2015-ben nagyjából egyforma volt az ára egy prostituáltnak, míg a gazdasági válság miatt, ami ott kialakult, ez 2 dollárra csökken. A tanulmányt végző professzor szerint az általa talált 400 ilyen kétségbeejtő eset csekéség lehet. Csekéség! Az országszerte működő több ezer szexmunkáshoz képest, de a pénzügyi válságig soha nem létezett ez a fajta trend. Az országban a prostitúció 80%-át a görög nők teszik ki. Széles körű tanulmány szerint a kétségbe esett fiatal nők száma, akik a legolcsóbb szexet kínálják, növekszik. Ezért próbálom elmagyarázni már oly sok éve, hogy a munka, azok a foglalkozások, amiket a nők végeznek a társadalomban, azok mesterségesen kreált állások, pontosan azért, amilyen célt elért, hogy tönkretegye a családokat, és ezáltal szétzilálja az egész társadalmi szövetet, amit most látunk, hogy a világ ebbe a káoszba süllyed,
és elemeire hullik. Nem akarok megbántani senkit, és nem azt mondom, hogy egy nő nem lehet hasznos a munkaerőpiacon, mert lehet az, láthatjuk, hogy ebben a mesterséges környezetben is elvégeznek rengeteg munkát a nők, és aztán megélnek abból nagyszerűen. Amit mondok, az az, hogy amikor a világ visszakorrigál majd a normálisba, és ahhoz ne legyen senkinek afelől kétsége, hogy ez visszafog, és az álomvilág az el fog tűnni, amiben most élünk, akkor helyreáll a rend. És ez váratlanul érte ezeket az embereket Görögországban, persze képzelheti azt bárki, hogy ő más, vagy ő majd megtartja a munkáját, vagy majd akkor is erős független nő lesz, amikor összeomlik a világ, azonban már most az okosak látják előre, hogy mi is az, ami közeledik a horizonton. Folytatta a professzor, nem úgy tűnik, hogy ezek a számok elhalványultak, vagynak, inkább egyenletes és következetes ütemben nőnek. Ha átugrunk a mirror.co.uk weboldalra, akkor azt olvashatjuk, hogy szükségleteiktől függően nő a lányok száma, akik ki és beszállnak a szakmába, valamint a női prostituáltaknak a száma az megdöbbentő. 525 bordélyház üzemel az országban, Görögországban a nyilvántartás szerint, és mindössze 10, amelyik ezek közül rendelkezik legális licenszekkel. Beszámolt erről egyébként az összes magazin akkoriban, ez most jelenleg a dailymail.co.uk, ahol azt olvashatjuk, hogy a prostitúció legális Görögországban, és a bérek csökkenése a növekvő munkanélküliség miatt az iparág gyorsan növekszik. Ez a tanulmány azután készült, ez most ismét a Washington Post, hogy a múlt hónapban egy megdöbbentő jelentés szerint 12 éves lányát egy anya papnak, illetve egy nyugdíjas férfinak ajánlotta, amelyet 33 év börtönbüntetés kapott, és 44 éves volt ő maga, 100 ezer euró pénzbírságra ítélték. Most, hogy ez igaz-e, azt nem tudom, ezek a számok elég gyanúsak, 44 éves, 33 év, 12, stb. A tanulság azonban, amit le tudunk szűrni, az, hogy kétségbeesett időszakokban, amilyen előttünk áll most, abban az emberek kétségbeesett eszközökhöz folyamodnak, és én tisztában vagyok azzal, hogy a többség, ha egyáltalán ez az üzenet eljut hozzájuk, azt gondolja, hogy ő kivétel ez alól, ez csak azért van, mert a fantáziája az nem elég élénk. Mondhatnánk, hogy mit érdekel minket, hiszen ez 2005-ben volt, már megváltozott a világ. Igen, megváltozott a világ, azonban a legősibb foglalkozás az nem tűnt el, és még ebben a cikkben megjegyezték a Washington Postban, hogy a szex ára világszerte csökken, az internet egyre több szexuális tartalmat kínál. Drámaian csökkent az egyórás üzleteknek az ára Európa szerte, ez ugye 180 euró volt üzlet, úgy értem nyilván a prostitúció, ez 180 euróról csökken. De pörgessük meg egy kicsit az időnek a kerekét, előre 2022. április 13-ára, ahol a 444.hu azt írja, hogy a technológia fejlődése mindig is nagy hatással volt a szexiparra, legyen szó az első szexjátékok 1880-as években, erotikus filmek 1900 környékén, vagy az utóbbi években a virtuális valóságba ültetett VR pornóról. Az elmúlt két év legnagyobb durranása azonban nem valami futurisztikus fejlesztés, hanem egy sima, előfizetés alapú weboldal. Az OnlyFans lett. Figyeljen mindenki, mert könnyen lehet, hogy ezek az információk meg fogják változtatni az egész életét, különösen a nőkről van szó, hisz a férfiaknak semmi keresni valójuk nem lesz a prostitúció piacon, nem fog senki fizetni értük, legalábbis olyan tételben, mint ahogy a nőkért. A másik az, hogy a férfiak úgyis tovább fognak munkát találni a világban, mint a nők, hisz azokra a képességekre, amikkel a férfiak rendelkeznek, illetve azzal a beállítottsággal sokkal tovább lehet majd gazdálkodni a munkaerőpiacon, bár el tudom képzelni, hogy az aktatologató részleg az ott is problémába fog ütközni, de akkor is ez különösen a nőket érinti majd. A platformot 2016-ban alapította Tim Stockley, brit üzletember, és a szolgáltatás az első négy évében sem volt sikertelen, de az áttörést a világjárvány hozta.
A világjárvány hozta meg. 2020 márciusában berobbant a koronavírus, lezárták a határokat, korlátozásokat vezettek be világszerte, és általánossá vált az otthoni munka. Az OnlyFans felhasználók száma már az első hónapokban meg sokszorozódott. Több millió új előfizető rohamozta meg az oldalt, és természetesen megugrott a tartalomkészítők száma is, mivel a szexipari munkások számára sem nagyon maradt más lehetőség. Az OnlyFansnek 50 millió regisztrált felhasználója van, és több mint 1 millióan gyártják a tartalmakat ezen az oldalon. Az OnlyFansen a szabályzat igen laza, és ez kedvez a tartalom készítőknek, hogy kifejezzék ugye önmagukat, és pénzt keressenek az ottani tevékenységükkel. Lényegében a nagy előnye az OnlyFansnek, ahogy innen látszik ebből a cikkből, az az, hogy a szexuális tartalmat nem korlátozzák, olyasmi ez, mint egy YouTube prémium, ahol elő kell fizetni a tartalomgyártónak a fiókjára, és akkor az ember hozzáférhet ott a különböző audiovizuális anyagokhoz. 80%-át kapja meg a tartalomkészítő, és 20%-a az OnlyFans jutaléka. A bevételről van szó természetesen. Bárki készíthet tartalmat, aki 18 éven felül és rendelkezik egy személyazonosító igazolványal és számmal. Az előfizetési díj 5 dollártól 50 dollárig terjed havonta, ezért most képzelj el bárki az, hogy üzeneteket küldhet egy pornósztárnak az OnlyFansen keresztül, és az válaszolgat ezekre az üzenetekre. Lehet speciális üzeneteket választani, meg vásárolni, meg videót kérni, meg minden, amit csak el tud képzelni az ember, hogy ha fizet ezért. Lényegében egy virtuális kapcsolatot lehet kialakítani a tartalmaknak a készítőivel. Olyan, mint egy pornófilm, csak a valóságban vagy élőben. Még akkor is, ha virtuálisan persze csak. Majd, hogy miért beszélünk erről ennyit, ezt meg fogja érteni mindenki, ha hamarosan legalábbis remélem. De rengeteg problémát felvet egyébként ez a lehetőség a nők számára. Persze ez elkezdődött már magával az online szex tartalmakkal, ami egy óriási biznisz világszerte. 2020 áprilisában az absolutemarketinsights.com kiadott egy tanulmányt, amelyben az online pornóiparról beszéltek, illetve azt vizsgálták. Megállapították azt, hogy a koronavírus járvány miatt leálltak a lehetőségek a társadalomban, nem lehetett annyit utazni sem országon belül, sem pedig országok között. A munkalehetőségeknek a száma is csökkent, és az emberek beszorultak a saját házaiba, ami segítette az online médiaipart, különösképpen az online pornóipart. Hozzáadjuk ehhez a digitális pénztárcákat, a kriptovalutákat, amelyek lehetővé teszik, hogy az előfizetéseket alternatív módon fizessék meg az emberek, ráadásul még ugye bevételt is kreálhat egy szép számú közösség, abból, hogy nem csinál semmit, csak ilyen fiktív pénzekkel kereskedik, ami összességébe véve mind-mind segítette az online pornóiparnak a fejlődését, és azt jelzik előre ők, hogy 35 milliárd 2019-ben az összbevétele dollárban, és ez átlagosan 15%-kal fog nőni évente. Segítik ezt a folyamatot természetesen az telefonok, az okos eszközök elterjedése, a számítógépek, tabletek egyre népszerűbbek, egyre fiatalabb körökben, de a legfontosabb faktor talán az, hogy a munkalehetőségeknek a száma az csökken. A másik pedig az, hogy ez a fajta pénzszerzési lehetőség, ez túlságosan könnyű és csábító a többség számára, legalábbis a nők számára különösen ahhoz, hogy ugye ellenálljanak hosszú távon. Megmutatok egy rövid bejátszást, ez a Whatever Podcast, ahol azt hiszem, hogy 7 darab vagy 9, nem is tudom, 8 darab OnlyFans tartalomgyártót hívtak meg, akik lényegében pornó sztárok. És arról kérdezték őket, hogy mennyi a bevételük ezen az oldalon. How much money do you guys make? Jaj, feliratozva van, remélem, hogy látszik, szóval elmondom én utána, de minden olvasható magyar feliratban a YouTube-on.
see. For me, over half a mil a year. A month? Oh, per year. Yeah. Watch out. Yeah. Scoot that mic just that way, just a bit. You're good. A bit more. Keep going, keep going. Yeah, there you go. Thank you. Half a mil a year? Yeah, over half a mil. So, okay. Like, it definitely fluctuates because it's not a very stable, mm-hmm. but, like, over half a mil minimum. Is that, what's your best month? Is it, like, holidays or? I think the holidays usually pick up for me, but it's different for every creator. Yeah. That fél millió, ez dollárról van szó. Fél millió dollár évente. Több mint 100 000 dollár a legjobb hónapokban. És elmondja azt, hogy a Redditen, mikor először dolgozott, akkor 800 dollár keresett havonta, átállt az OnlyFans-ra, és akkor ugrott meg ez az összeg. Okay. And then like when I started my OF, it was like my first month 15K, and then it gradually grew as I became more and more popular, mm-hmm. and expanded my brand. And yeah, it's still growing and improving. When you became a community girlfriend. Yeah, when okay. I became a community girlfriend. That's when. És úgy hívja magát, hogy közösségi barátnő. Szóval elképzelése van mindenkinek arról, hogy mit is csinál, meg hogyan is operál ez a hölgy. És én, teljesen mindegy nekem, hogy mit csinál. Én nem javaslom senkinek, csak azt akarom demonstrálni ezzel, hogy fél millió dollárt keres évente azzal, hogy van egy saját fiókja az OnlyFans-en, és gyakorlatilag különböző audiovizuális tartalmakat gyárt a pornóiparban. Elég nehéz ellenállni ennek a csábításnak, különösen egy fiatal nő számára, és ha még hozzáadjuk azt, hogy csökken a munka lehetőségek száma, nem is igazán ért semmihez, nem is igazán érdekli semmi. Az erkölcsi rendszerünk is ugye eléggé degradált állapotban van, szóval minden csak összekonvergál ebbe a pontba, ahol most vagyunk. Itt van a következő. Not if I wanna say. You want to give us a range? Nearly 6 figures a month. Nearly 6 figures a month. Szóval ő majdnem 6 számjegyű összeget keres egy hónapban. 100 000 dollár, ugye ez a 6 számjegy, majdnem 100 000 dollárt keres egy hónapban. Gondoljon bele mindenki abba, hogy elmegy dolgozni egy étterembe, ahol keres Magyarországon 200-300 000 egy hónapban. Ezek meg keresnek 100 000 dollárt egy hónapban azzal, hogy pornóanyagot gyártanak, úgyhogy nincs menedzsment, nincs semmi iroda, csak saját maguknak, meg nyilván az egy-két ember, akivel dolgoznak. Itt a következő. It honestly fluctuates widely for me, but I would say my best month this past year, I made 50,000. Okay. 50 000 keresett ez ott a legjobb hónapja a múlt évben. Most végigmehetnénk mindegyiken egyesével, még ezt az egyet megmutatom. Mine over 6 figures, but I don't want to give an exact number, but we'll just say when I had my partner, my ex, he was able to quit his job and just, you know, stay at home and be a stay-at-home boyfriend for me. Képes volt annyi pénzt keresni havonta, hogy a barátja akkor nem kellett, hogy az dolgozzon, és csak otthon volt. Szóval két ember kényelmesen eltart egy nő Amerikában ebből, hogy online pornó anyagot gyárt, míg vér kell izzadni egy rendes családnak azért, hogy egyik hónapról átjusson a másikba. És én nem azt akarom mondani, hogy ez vár mindenkire, aki elkezdi ezt az OnlyFans dolgot, vagy az online pornót, csak hogy mekkora a kontraszt, és hogy milyen a világ, hogy ebből a munkából ennyi pénzt keres, míg elmegy valaki építkezésen dolgozik, aztán orvérzésig megy, és éhen pusztulnak hó végén így is, úgy is. De a 444-re visszatérve, 2020 márciusában berobbant a koronavírus, lezárták a határokat, korlátozásokat vezettek be világszerte, általánossá vált az otthoni munka, az OnlyFans felhasználók száma az első hónapokban meg sokszorozódott. Több millió új előfizető rohamozta meg az oldalt, természetesen megugrott a tartalomkészítők száma is, mivel a szexipari munkások számára nem nagyon maradt más lehetőség. Már a mainstream médiában az OnlyFans az online pornó szinonimájává vált, ezek a tartalmak nagyrészt kiszorultak. Úgy érti, hogy az, hogy valaki edzőként regisztrál, vagy humoristaként, énekesként, vagy podcasterként. Bármennyire is úgy tűnik sokszor, hogy az, amit mondok, vagy ahogyan mondom,
az bizonyos csoportok ellen van. Az én szándékom az nem ez. Én őszintén segíteni szeretnék, de attól tartok, hogy az igazság az fáj, és a valóság az még fájdalmasabb lesz akkor, amikor landol majd ez a gép, vagy jobban mondva becsapódik. És előre kell gondolkoznunk. Elmondom, hogy én ilyen voltam mindig, és előre gondolkodtam, de az évek során megtanított az atya arra, hogy előre kell gondolkoznom, különben könnyen fejjel lehet menni a falnak. Amint én ezt az útra rátértem, azonnal megértettem, hogy ez fertőzi az embernek az elméjét is hosszú távon, nem csak az erkölcstelenség, hanem én úgy gondolom, hogy mentálisan is pusztítja az embert, és nagyon nehéz azután emberként tekinteni férfiaknak, különösen a nőkre is szerintem fordítva is az igaz. Szóval Lana Rhodes az egyik legnagyobb pornósztár, legalábbis mostanság az egyik legnagyobb név. És javaslom, hogy mindenki hallgassa meg azt, amit mond az ő pályafutásáról most így, hogy már befejezte azt és született egy gyereke. Crazy to make one decision when you're 19 years old and then, you know, become the biggest star in the world when you didn't. 19 évesen hoz egy döntést, és ő lesz az egyik legnagyobb pornósztár a világon. How should a 19-year-old girl be put in that position, having to have sex with people that they don't really don't want to touch their body? Szóval hogyan is hozhatna meg egy ilyen döntést 19 éves? És mégis meghozza több millió, és biztos vagyok benne, hogy ezeknek a száma csak növekedni fog az évek során, azoknak a nőknek a száma, aki kénytelen, vagy önszántában úgy dönt, hogy ő ezt a pályát, vagy ezt az utat választja. Fiatalon meghozza a döntést, és soha többet utána az élete nem lesz már normális, mint ahogy nem is lehet. So many friends and girlfriends who thought porn was a good idea and they don't end up with the same outcome as me. Szóval rengeteg barátja és barátnője választotta ezt az utat, és választja ezt, hisz van néhány híres ember, aki pénzt csinál ebből, mint hogy megnézzük az OnlyFans-en, és aztán a többség próbál ugyanúgy, mint ahogy a kriptovaluta piacon, vagy a tőzsdén, mikor már megvan a kialakult rend, akkor mennek rá a balekok. És onnan már nem lehet profitálni, ez így van az ingatlan piacon, minden trenddel ez így van. Van egy kis réteg, aki profitál belőle, a többiek meg csak belesétálnak a csapdába, és ez így van ezzel a pornó dologgal is. You end up with a bunch of videos of them getting f***ed on the internet for their family to see. They make no money. És utána már ezeket a videókat az internetre soha többé nem lehet leszedni, ez örökre ott lesz. Ezek a képek, videók, amiket készítenek az emberek magukról, szex közben felmegy az internetre, vagy akár ezeken a csatornákon, mint az OnlyFans, vagy mit tudom én, hol lehet még ezt csinálni, pornó oldalakon, és fiatalon meghozza ezt a döntést, és az egész élete utána tönkre megy, hisz azt nem fogja tudni letörölni, soha az örökre ott lesz. And it's over for them. És vége van nekik utána. Vége. Ezt mondja ő. Flawless victory. Ez nem csak Görögországot érinti ez a probléma, hogyha bárki is úgy gondolkodna. 2012. novemberében azt írta a The Scotsman, ami egy skót lap, vagy magazin, hogy a prostitúcióhoz forduló nők számának növekedése a recesszióra vezethető vissza, a gazdasági visszaesésnek tudható be, hogy robbanásszerűen megnőtt azoknak a nőknek a száma, akik pénzért árulják testüket vagy a szexet. Mikor vége lesz majd most is az álomnak és a bulinak, elül a por, akkor utána ott marad mindenki, és kénytelen lesz szembenézni a valósággal. Azt mondja George Lewis, a szexmunkásokat támogató kampánycsoport társelnöke az Evening News-nak, hogy a közelmúltban több történetet hallottunk emberekről, nőkről és férfiakról, akik beléptek az iparágba, és talán néhányukat gazdasági körülmények kényszerítettek erre. Nem csak a recessziónak köszönhető ez, hanem a hallgatói támogatások megszűnésének, illetve azok csökkentésének is. Megerősítette ezt a véleményt Ian McLeod, a nők támogatása hálózatának az elnöke, aki azt mondta, hogy bár sok szexmunkás gyakran olyan ember, aki bántalmazástól vagy nehéz gyermekkortól szenvedett, és a drogokhoz, mint küzdési mechanizmushoz fordult, egyre több nő szenved anyagilag. Egyre több nő szenved anyagilag. Férfiak nem mennek a szexiparba prostituáltnak, a nők azok, akik mennek prostituáltnak.
Mert nincs alternatíva. Majd mikor a fiktív állások megszűnnek a világban szépen lassan, akkor láthatja mindenki ezt a tendenciát. Ez így van Skóciában, így van az Egyesült Királyságban, így van Maldív-szigeteken, így volt Görögországban, mindenhol ez így lesz. Szóval fel lehetne készülni erre most, csak ahhoz vissza kellene venni az életszínvonalból, meg persze a büszkeségből. A segítőközpontokhoz fordultak ezek a nők azért, mert küzdenek a számláik befizetésével. Attól tartanak, hogy egyre több kenyérkereső nőt kényszerítenek majd bele a prostitúcióba a körülmények, ha csak nem tesznek radikális lépéseket annak betiltására. Sifted.eu weboldalon láthatjuk azt, hogy 2019-ben a szex technológiai iparnak 30 milliárd dollár volt az értéke. Ez nyilván a különböző applikációk, online platformok, stb., ami a szexhez, pornóhoz csatlakozik. 30%-kal nő évről évre, minden évben. A világjárvány pedig felgyorsította a növekedését ennek a szektornak, és egy új hulláma a különböző alapítóknak jelent meg ezen a területen. A megélhetés árának a krízise azonban tovább folytatódik, és súlyossága növekszik. Egyre nehezebb megélni a világban, és annak ellenére, hogy az új hulláma megjelent ezen a piacon azoknak, akiket érdekli az embereknek a jól léte az iparágon belül, ennek ellenére a világban zajló események súlyosbítják a helyzetet. A tökéletes vihar az minden fronton elért minket. És ez nyilvánvaló ebből a következő rövid szakaszból, hogy még mindezek tetejébe ez a sex tech belekerült egy küzdelemnek a közepébe, amit az antikká vált vagy elavult morál, valamint a szexmunkát korlátozó szabályozások vívnak azokkal, akik üdvözlik az online szexmunkát, beleértve a pornót és mindazon dolgokat, amelyek eddig társadalmi tabunak számítottak. Egy új világnak a határán vagyunk, amikor a régi, az már antik, konzervatív, elavult mindaz, ami addig értékesnek számított és erényes volt, az mára elment, és átvette a helyét ez az új világ, ahol minden játszik, és csak az számít, hogy jól érez maga. És hogy mennyire feje tetejére állt a világ, vannak olyan szolgáltatók ebben az iparágban, akik azt mondják, hogy mind a kormány, mind pedig azok a közösségi média platformok, amelyek korlátozzák a különböző szexuális tartalmaknak a megjelenését, azok hátráltatják ennek az iparnak a fejlődését, amely segíteni az emberek életét is jobbá tenni azt. Paul David azt mondja, hogy egészséges és a gyermekek életkorának megfelelő beszélgetéseket kell folytatni a gyerekekkel saját testükről és szexuális egészségükről, ami egy aktív vita jelenleg, de a korlátozó reklámszabályok is nagyon nehezítik olyan nagyszerű szextek eszközök forgalmazását, amelyek elősegítik az emberek biztonságosabb és egészségesebb szexuális életét. Úgyhogy egy gyerek nem is vehet részt ebben az egészben, szóval minek egyáltalán tudnia róla. De ez a lényeg, hogy ezzel be tudják tolni a falovat, ami ez esetben a szexuális nevelés és az egészségre nevelés. Szóval azért kampányolnak, hogy a gyerekekhez is eljuthasson ez az üzenet. Nem arról beszélek, hogy a pornó, hanem a szexuális nevelés. Az Európa Parlament jelentésében még mindig azt találjuk, hogy Európában a nőket nagyobb mértékben fenyegeti a szegénységnek a lehetősége, mint a férfiakat, sőt, ehhez csatlakozik még ugye a gyermekeknek szintén a szegénysége, hiszen a nők általában az egyedülálló szülők, és aki gyerekét neveli egyedülállóként, a szegénységre sokkal inkább kiszolgáltatott. Ezáltal a gyerek is lecsúszik ebbe a kategóriába, ez 4-ből 1 gyereket érint az EU-ban. Mutatok egy másik videót, ahol Mia Khalifa, szintén egy volt pornósztár beszél a BBC-n az életéről, és hogy hogyan is változtatta meg a tevékenysége azt, ami szintén megerősíti ugyanazt, amit eddig hallottunk, hogy ha valaki elindul ezen az úton, utána nincsen onnan visszatérés, és semmi garancia nincs arra, hogy sőt, minden bizonnyal még megélni sem lehet ebből normális szinten, arról nem beszélve, hogy milyen káros ez fizikálisan és mentálisan
a résztvevőre, de a probléma az, hogy utána egzisztenciálisan is szenvedni fog, hiszen mindenki ezeket a videókat ismerni fogja, mint az ő esetében. De még ha valaki nem is lesz olyan híres, azokat a videókat már nem lehet az internetről letörölni, és ő ugyanezt mondja. Decided to kind of accept my fate as the infamous former porn star and try and change the narrative. So I recreated an Instagram account and tried to, for lack of a better term, become an influencer. Szóval influencer szeretett volna lenni, illetve szeretne lenni most, de szembe kell nézni egy problémával, amit a műsorvezető fog megfogalmazni, és hát persze mindenki egyetért ezzel, és ez a következő. If you put your name, as indeed I have done researching this, put your name into Google and... On the work network? Yeah, well, it was... Hogyha beírja az ő nevét a Google-be, ez a férfi... Work, but the point is, you get these countless links to videos, the word porn star appears immediately. Akkor végtelen linket talál, ahol a videóihoz el lehet jutni, illetve természetesen egyből a pornósztár kifejezés jelenik meg. That is something that you will never ever overcome, however much... First of all, that's rude. I'm trying to. That you will never ever overcome, however... Ez valami olyasmi, amit soha nem fogsz tudni legyőzni az életedben. Persze ő felháborodik, mint általában a feministák mindenen, ami igaz, de a lényeg az, hogy ezzel számolnia kell, és mindenki másnak. Szóval én csak figyelmeztetni szeretnék mindenkit, aki részt vesz ebben, bármilyen formájában is, akarva, akaratlanul, hogy emlékezzen arra, hogy ezeket a képeket, videókat, stb. Soha többet nem fogja tudni az internetről letörölni, és könnyen lehet, hogy a jövőben, sőt biztos, megbánja azt, hogy ezekhez az eszközökhez folyamodott. Ugyanis most még nem lehet látni azt, hogy mit hoz a jövő, és minden bizonnyal az ember fejlődik, és szeretne előre haladni, ezek könnyen lehet, hogy megakadályozzák abban, mint ahogy őt is nyilvánvalóan, és soha senki nem fog másként tekinteni rá, mint arra a lányra, akit látott ezekben a filmekben. Ez már 2022. augusztus 20, ez nem is rég volt, skynews.com, ahol arról írnak, hogy a megélhetési költségek válsága egy több nőt kényszerít szexmunkára, és képtelen megtagadni a veszélyes ügyfeleket. Több nő először fordul a szexmunkához, míg másoknak, akiknek sikerült elhagyniuk, kénytelenek visszatérni, hogy kifizessék számláikat. 2022. Egyesült Királyság. Én nem a jelenre akarok fókuszálni, én remélem, hogy mindenki számára érthető, amit mondok. Én arra próbálok most rávilágítani, hogy ez a jövő, ami vár, én úgy gondolom, a nők, de az emberek többségére. Egyfajta harc a túlélésért, az utolsó emberig. Ugyanis az, ami következik gazdaságilag, társadalmilag, az mindent, ami eddig volt, felülmúl, illetve lehet, hogy jobb úgy fogalmazni, hogy alulmúl. Nem azt jelenti, hogy ilyen időszak még nem volt a történelemben, mert már volt. Számos olyan időszak volt, amikor ez megtörtént, és mi azt gondoljuk, hogy immunisak vagyunk erre, csak azért, mert az életünk most oly egyszerű, hisz a technológia lehetővé teszi ennek az álomvilágnak a létezését, de ennek vége szakad hamarosan, és amikor felébred a többség, akkor az egy fájdalmas ébredés lesz. Itt van egy bizonyíték erre, és ez a Bibliából származik, úgyhogy mindenki, aki nem hisz, csak arra kérem, hogy egy pillanatig legyen türelmes. Azt mondja Mózes 5. könyvének 28-as fejezete, hogy ez egy büntetés a Teremtőtől, hogy ilyen helyzetek állnak elő az ő népe, de minden nép életében. Ez mindenkire vonatkozik. Nincsen kegyelem, nincsen senki, aki kivételez alól. Amikor betelik a pohár, akkor vége, és onnantól kezdve elfogyott a türelme. Mint amihez közelítünk most. Az erkölcsi romlás olyan mértéket öltött a világban, hogy nem fogja hagyni tovább, hogy azt csináljuk, amit csinálunk. És megeszed a te méhednek a gyümölcsét, a te fiadnak és a lányaidnak a húsát, kiket ad neked, Jahua, te Elohimed, a megszállás és szorongattatás alatt, amelyen megszorongat téged a te ellenséged. Ez itt egy támadás volt, amit elszenvedett a nép,
azonban a mi életünkre ugyanez vonatkozik majd. Csak a támadás az minden irányból történik majd, gazdaságilag, egészségügyileg, hadiügyileg, mindenhogy. És hogy közötted volt egy finnyás, kedvére növekedett asszony. Ez a kedvére növekedett, ez azt jelenti, hogy elpuhult, kényes, válogatós, amit mindenki ismer, a többsége a mai embereknek, férfiak, nők egyaránt. Aki meg se próbált a talpát a földre bocsátani az elkényesedés és finnyásság miatt, irigy szemmel tekint az ő szeretett férjére, fiára és lányára, az ő mása miatt, mely elmegy tőle, és a gyermekei miatt, akiket megszül, mert megeszi ezeket titkon. Mikor mindenből kifogy a megszállás szorongatatás alatt, amelyel megszorongat téged, a te ellenséged, a te városaidba. Most mindezekhez még adjuk hozzá azt, amit Jahusa HaMashiach, Jézus mondott, amikor itt volt a Földön, és azt mondta, hogy az utolsó időkben akkora nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is ez soha. Hát ha ez történt, hogy megette a gyerekét az a nő, és irigykedett, és nem adott másnak, akkor ez a nyomorúság annál nagyobb lesz. Sőt, azt mondja, hogy ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítetek majd azok a napok. Szóval ez az, ami következik mindenkire. Úgyhogy mikor én erről beszélek, azt nem csak a kis ujjamból szedem ki, hanem innen ki lehet olvasni, lehet látni a világban a jeleket, hogy hogy alakulnak a dolgok, és onnan képes az ember összerakni ezt, hogyha figyel. De ha nem figyel, nem probléma, még akkor is hallgathat a szóra. És a jelek mindenhol ott vannak körülöttünk. Itt beszélnek erről a skynews.com-on. Mivel az infláció rekord magas, a bérek pedig nem tudnak lépést tartani a spirális árakkal, amelyek ugye pörögnek, így fogalmaznak, és az energiaszámlákkal, az angol prostituáltak kollektívájához intézett hívások száma harmadával nőtt ezen a nyáron. Ezen a nyáron, 2022 nyarán egy harmadával nőtt a segélyhívásoknak a száma. Emlékszik még most mindenki arra a görögre, aki a szendvicsére árulta magát? Ez most 2022, úgyhogy az volt 2012. És most ugyanaz a helyzet fog előállni szépen lassan. Az egész spektrumon azt látjuk, hogy az emberek kétségbeesett helyzetből érkeznek erre a munkára. Kétségbeesett helyzetből. Az azt jelenti, hogy sokkal kevésbé tudják megvédeni magukat az erőszaktól és a kizsákmányolástól, valamint azt, hogy a szexmunka feltételei olyan mértékben romlanak, hogy veszélybe sodorják a nők életét. Ugyanerről számolt be az Evening Standard is, ugyanaz nap, hisz persze ugyanonnan szerzik ezeket a híreket. Mindemellett több mint 5 millió brit állampolgár talált második állást magának, hogy megküzdjön a növekvő költségekkel. De nem is nagyon lesz megállás. Ez elindult ez a spirál, ahogy ők fogalmaznak, és ez csak egyre rosszabb és rosszabb lesz. Lehet, hogy vannak benne idők, amikor az ember a víz fölé kerül, azonban ez az örvény újra és újra le fogja rántani oda. Azt írják, ez már itt press.tv.ir Írország. Eközben a The Guardian kedden új adatokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Királyságban emberek milliói kényszerültek étkezést kihagyni, vagy egy egész napot evés nélkül maradni az elmúlt hónapokban. Az Élelmiszer Alapítvány jótékonysági szervezete szerint a mélyülő válság miatt csaknem minden ötödik alacsony jövedelmű család élelmezési bizonytalansággal küzdött szeptemberben. A jótékonysági szervezet azt is megjegyezte, hogy január óta több mint kétszeresére nőtt az éhezésnek a mértéke. Január óta 2022 kétszeresére nőtt az éhezés mértéke. Az árak emelkedésének oka az energiaválság, ami az orosz-ukrán hadműveletek miatt kialakult a világban. iNews.uk azt írja, hogy megélhetési költségek miatt szexmunkára kényszerültem, ez ugye egy idézet, és ezen a télen is sokkal többen lesznek még ennél, akik ugyanerre a sorsa jutnak. De itt az idézet, amiről beszélek most már 45 perccel lassan. Ez egy olyan igazság, amit általánosságában véve nem ismernek el, azonban ettől függetlenül még egy igazság, hogy a gazdasági krízis helyzetben egyre több és több ember fog szexmunkához fordulni.
De koncentrálom, figyelj mindenki, ez nem új. Az emberek, különösen a nők, de nem kizárólag, nehézségek idején meg kell találniuk a megélhetésnek a módját. A szexmunkának alacsony belépési korlátja van, magyarul nem kell hozzá semmi, csak egy test. Más felelősségek és kötelezettségek mellett is lehet ezt végezni. Magyarán gyorsan lehet pénzt keresni bele. Én azt hiszem, hogy ez egy újabb figyelmeztetés a teremtőnktől, hogy a helyzet, ami következik, az igen súlyos lesz. Figyeljen mindenki megint csak, amikor a megélhetési költségek, azt mondja, milyen disztópikus ez a kifejezés. Ők maguk ismerik el, hogy milyen disztópikus a helyzet, amiben vagyunk. A megélhetési költségek emelkednek, és a bérek nem pótolják azokat a hiányosságokat, a kormányzati támogatást sem tart lépést ezzel, több embernek lesz szüksége erre az extra bevételre, a szexmunka pedig egy módja annak, hogy az emberek ezt megszerezzék. Térjünk vissza egy pillanatra ez az OnlyFans-hez. Érthető most már, hogy miért beszéltem erről? 170 millióan regisztráltak az OnlyFans-re eddig, és 1,5 millióan készítenek tartalmakat. Mindemellett 500 ezer új felhasználó iratkozik fel az OnlyFans-re naponta. 500 ezer naponta. Mit akar csinálni az az 500 ezer ember ott? Vajon nézegetni valaki, hogy hogyan főz a konyhában? Itt van a válasz. Megkaptuk a választ. Nincs mit csinálni. Egyszerű pénz. Kell gyorsan. Viszlát. Ez a platform, maga az OnlyFans 70%-kal növekszik havonta. Havi 70%. És 5 milliárd dollárt fizet ki jutalékként a tartalomgyárt készítőknek. 5 milliárd dollár évente. Bella Thorne színésznő 1 millió dollárt keresett az első 24 órában, amikor elkészítette az ő OnlyFans fiókját. És én nem azt akarom, hogy bárki csatlakozzon ezek alapján, a számok alapján, én csak azt akarom megmutatni, hogy milyen irányba halad a világ. Egyrészt a nyakunkon van ez a komplett morális csőd, ez az összeomlás, amikor mindent lehet, minden játszik, és semmi sem számít, csak az, hogy az embernek jó legyen. A másik oldalon viszont van egy valós összeomlás a gazdasági rendszernek, ami mindenkinek az életét fenyegeti, és kénytelen lesz az emberek többsége meghozni a döntést majd nagy hirtelen, de már most is látjuk, hogy merre fele tendálnak az emberek, különösen a nők. És amikor arról a nőről van szó, aki annyira kényes és finnyás, hogy nem teszi le a lábát a földre, itt van egy példa erre, ami szerintem reprezentatív egy szélesebb körre nézvést is. Szóval mennyi az az összeg, amit egy eljegyzési gyűrűre kell költenie a férfinak, hogyha szeretne téged eljegyezni? Oh, it should be like for sure 30-40k. Yeah. We have standards here. Yeah, that's the standard. Hogy nekünk itt vannak standardjeink, vagyis elvárások. 30-40 ezer dollárról van szó egy eljegyzési gyűrűre. That's the standard? Would you have been a little upset if it was 10k? Yeah. És az, hogyha csak 10 ezer dollárba került volna, akkor elkeseredtél volna? Yeah, probably. You have a boy. Igen, valószínűleg igen. 30-40 ezer dollár egy eljegyzési gyűrűért egy nőnek, aki ki tudja már mennyi férfival volt élete során előtte. És én nem azt akarom mondani, hogy ezáltal ő értéktelenebb lesz, vagy akármibb lesz, csak azt, hogy a standard, az elvárások azok ilyenek. Van egy nő, aki éli az életét, csinál, amit csinál, és aztán elvárja valakitől, hogy 10-15 millió forintért vegyen eljegyzési gyűrűt ez a férfi, úgy, hogy nem is ő lesz az első férfi annak a nőnek az életében. Létezik egy óriás kontraszt a valóság, illetve az emberek fejében élő fikció között, mint ahogy ez a videó is azt demonstrálta ezzel a hölgyel. Az ő sorstársai azok, akik most vonulnak hosszú tömött sorokban az OnlyFans-re és készítik otthon a különböző szex tartalmakat és árusítják azt az interneten, még ha ő nem is az.
És a jövőben egyre több ilyen lesz azért, mert a helyzet egyre szorosabb lesz. Ehhez a szexmunkához egyébként az emberkereskedelem csatlakozik igen szorosan. Ez már itt az adoptnordicwa.org weboldal, ahol arról írnak, hogy ez azt jelenti, hogy a világjárvány valószínűleg nem csak a prostitúció és az emberkereskedelem tiltott formáinak egekbe szökését tette lehetővé, hanem maga a járvány okozta a recesszió is olyan problémákat szül, melyek tényezőké válnak, és az embereket ezen káros életmód felé vezetik. A világjárvány tehát nem csak az emberkereskedelem előfordulásának feltételeit segítette, hanem megteremtette azt a gazdasági és társadalmi kulturális légkört, mely szükséges ahhoz, hogy a társadalom a jövőben az illegális kereskedelem útján haladjon. Tehát nem csak most, a járvány idején okozta azt, hanem megteremtette azt a feltételt, hogy a jövőben is ez így menjen tovább. Befejezésül még megmutatok néhány rövid videót, hagyj kérek meg mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosnak és értékesnek találjátok a munkánkat, akkor támogassátok azt. Ez nagy segítség, ugyanis elég sokan dolgoznak ezeken a tartalmakon, és ha már itt tartunk, akkor látogassatok el mind a Yahoo útja, mind pedig az Infobubble TikTok csatornára, az Instagramra, a YouTube-on is vannak feltöltések, és Facebookon is megtalálható mind a kettő, hogyha valakit érdekelnek ezek a dolgok. Szóval köszönöm mindazoknak, akik ezt megtették eddig, osszátok meg, mindenkit arra kérek, a közösségi oldalakon ezeket a tartalmakat, illetve lájkoljátok, az is hatalmas hozzájárulás. A probléma még ott is, ha már itt tartunk egyébként ennél a témánál, a probléma ott is fellelhető, hogy a férfiak és a nők között kialakult egyfajta szakadék a feminizmus következtében. Ugyanis a nők elhitték azt, hogy a nőnek nincs szüksége férfira ahhoz, hogy boldoguljon a társadalomban, de meg fogja mutatni az idő azt, hogy ez nem így van. És bármennyire is képzeli azt most a nő, hogyha így van, hogy ő boldogul a társadalomban férfi nélkül, hamarosan meg fogja tudni minden nő, hogy ez csak mennyire távol áll a valóságtól. És ezzel, hogy a két nem eltávolodott egymástól, különösen a nőknek a elférfiasodása okán, annak az is következménye, hogy a nők és a férfiak is egyedül maradtak, ami ennek az online szex iparnak csak tovább erősíti szelét a vitorlába. Egyre nehezebb megélni egy fizetésből, így kénytelen a nő más megoldás után kutakodni, a férfi pedig elmagányosodik. Így áll elő az a helyzet, amiről ez a hölgy beszéli, és javaslom a feliratot mindenkire. I don't want to marry anymore because the risk outweighs the benefits. There's a risk that comes with marriage that essentially only benefits a woman. A man marries you and can only hope that one day you don't wake up and say, I feel like I don't love you anymore, and I want to leave and you can't do anything about it. És ez egy hatalmas probléma, hogy kialakult a házasságban a hibás nélküli elválásnak a rendszere, amikor nem is kell felhozni semmilyen okot arra, hogy miért akar elválni az ember, csak egyszerűen azt mondja, hogy viszlát, elegem van belőled, és megyek a dolgomra. Ez a bizonytalanság és a mellette a morál és az erkölcsi értékeknek a gyors degradációja az, hogy nincs már semmilyen nyomás a társadalomban arra nézés, hogy ezt a kapcsolatot az emberek fenntartsák, a szabadság, a szexuális forradalom, a fogamzásgátlás, ez mind-mind csak kialakította ezt a technológia fejlődése, ezt a tökéletes vihart, amiben most vagyunk. Ráadásul vegyük hozzá a higiénés lehetőségeknek a fejlődését, ami ugye a nők menstruációját illeti, hisz annak a fejlődése is hozzájárult ahhoz, hogy a nők el tudnak menni dolgozni. És én nekem nincs is azzal bajom különösebben, csak azt akarom bemutatni, hogy mindezek együtt okozzák azt a helyzetet, amiben vagyunk. És sajnos a többsége a nőknek azt gondolja most, hogy ő igenis el lenne férfi nélkül, míg a férfiak pedig egyszerűen csak társadalmi nyomásra feminizálódnak. Így jutottunk el arra az 1,3-1,4-es szaporodási rátára, ami ugye a kihalásunkat fogja jelenteni szép lassan. According to ASA, 70-80% of divorces are initiated by women.
Among college-educated women, it jumps to 90%. Szóval 70-80%-át a vállásoknak az amerikai statisztika, de ez reprezentatív az egész fejlett nyugati világra nézve, és nők kezdeményezik, és hogyha főiskolai végzettséggel rendelkeznek, akkor 90%-át a nők kezdeményezik. Ami azt jelenti, hogy egy jobb megoldást keres, és ezért hát ott hagyja a férjét. Régen ez hallatlan volt, hogy elváljanak az emberek a házasság, egy életre szólt. Ez volt a lényeg ennek az intézmények. Ezért jutott el a társadalom arra a hihetetlenül magas szintre, ahol vagyunk. Ezért szaporodtunk el annyira. A szaporodás az a jólétnek a jele. Szóval mi a probléma abban, hogy annyi ember van? Több ember, több munkaerő, több felvásárlópiac. Végtelen előnye lenne annak, hogy ilyen sokan vagyunk. Csak elhittük a hazugságot, amelyet az ellenség kitalált. You know what's crazy? I mean, a lot of us women don't have anything a man actually wants that we can bring to the table. A lot of us women don't have anything a man actually wants that we can bring to the table. Amit mond, azon érdemes elgondolkozni szerintem minden nőnek. És ez az, hogy mi is az, amivel valójában hozzájárul egy párkapcsolathoz. Mi, amit a férfi szeret, amit egy férfi értékel, mi az, és rá fog jönni, hogy majdhogy nem csak semmi. Legyen elég ennyi mára, bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és az én célom az évek során mindvégig az volt, hogy információt szolgáltassak azok számára, akiket az érdekel, és akik azt keressik, hogy mutassak egy olyan perspektívát, amely szerintem csak egyszerűen nem létezik. A világ jelenlegi helyzetét nem lehet értelmezni a Biblia ismerete és a Teremtőnk vezetése nélkül. Mindenki, aki hozzáfordul és teljes szívből arra törekszik, hogy megváltozzon, alkalmazkodjon az ő elvárásainak, azt ő tárt karokkal fogja fogadni és segíteni fogja ezen az úton. Az a vihar, amiben kerültünk, az a szituáció, ami felé sodródunk, az elkerülhetetlen, és mindent el fog rombolni, amit csak ismerünk. El fog tűnni az egész világ úgy, ahogy van. És mindazon emberekkel együtt, akik nem hajlandók megváltozni. Én tisztában vagyok azzal, hogy a többség úgy sem fog megváltozni. De létezik egy kisebbség, aki hajlandó, és aki hallgat a szóra. Szóval ezek a videók nekik szólnak. És bízom abban, hogy ezúttal is ez valami olyasmi volt, amivel sikerült legalább néhányakat közelebb hozni a Teremtőnkhöz, hisz ő az, aki megérdemli a hálát, a dicsőséget, a köszönetet. Ez volt a dolgok állása az infobubble.hu weboldalon 2023. január 17-én. Köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!